halófa nyílt, a roncs vagyok, csak kész ragacs, szélvédőre kent ragacs, elő rám tud karszalak, zebra, aki átszalak. Egy különleges este, ahol a zenész prózaíróként, az író pedig dalszerzőként mutatkozik be. Gracsó Krisztián és Koller Klemenc László különleges előadásának most a mosonmagyaróvári közönség is részese lehetett. Azt kérdezte, mire jó az a svéd csepp? Én meg azt feleltem, hogy mindenre. Hosszú téli este volt, végtelen nyúlós percekkel, ahogy a kiskamaszok látják az időt, amikor egy hétvége még hetekig telik. A József Attila díjas Gracsó Krisztián első sikerét 2001-ben a Pletyka anyu című novellás kötetével aratta. Napjánk egyik legsikeresebb írója, azóta több verset, forgatókönyvet, regényt és színdarabot is publikált. Ezek azért rokonformák, tehát hogy mind a magyar mondatról szól, mind arról szól, hogy akarsz ezzel a nyelvvel valamit kifaragni, használod ezt a nyelvet, játszol vele, szolgálod, ő szolgál téged, tehát hogy mind ugyanaz a funkció, ezért is érdekes nekem a zene, ami teljesen más logika, tehát ami teljesen mást kíván, de alapvetően én remélem, hogy ezekben a formákban maradhatok otthon, még ha mondjuk az olvasók engem döntően a regényekről ismernek, és sokkal kevésbé mondjuk a verseimről. Az este másik főszereplője Koller Klemenc László dalszerző volt, aki a Kistehén zenekar frontembere. A Magyar Alternatív Együttes 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként debütáló Kistehén figurájával lett ismert. Azóta olyan slágereket jelentettek meg, mint a Szájbergyerek, a Szerelmes vagyok minden nőbe, vagy a Virágok a réten. A Kistehén most lett 15 éves, ebben az évben ünnepeljük. Augusztus 31-én lesz a parkban egy ilyen nagyszabású 15 éves koncert, ahol hát remélem, hogy mindenki, aki eddig benne volt a Kistehénben, az ott lesz, és egy kicsit erről a 15 évről szól azért ez az év, annak mindemellett a Kistehén csinálja a 8. albumát, amit meg szeretnénk karácsonyra megjelentetni. A márciusi Flash Salon vendégeivel készült interjú teljes egészében hamarosan Kultúrpercek című műsorunkban is megnézhetik.